Volt szerencsém egy héten keresztül kipróbálni az új Samsung Galaxy S9 and S9 Plus, the camera reimagined. Úgyhogy most elmesélem nektek, hogy mik a tapasztalataim. Mellesleg most is ennek a képét látjátok. Ez a Samsungnak a legújabb zászlóvívő telefonja, 280 ezer forinttól kezdődik az ára, úgyhogy az elvárásaim is ehhez mértek voltak. Teljes üvegburkolata van, mikor először a kezembe fogtam, akkor egyből az jutott eszembe, hogy tok és kijelzővédő fólia nélkül még a zsebembe se tenném el ezt a telefont. Kaptam hozzá tokot is, így azt tudtam rátenni, viszont mivel kijelzővédő fóliája nincs, ezért a táskámban meg se próbáltam elrakni. Várható volt, hogy egész egyszerűen új lenyomat mágnes lesz ez a telefon, és az előlap az még viszonylag korrekt, mert le lehet tisztítani, viszont ezt a színes hátlapon az üveget esküszöm, hogy szemüvegtisztítóval sem sikerült teljesen új lenyomatmentesre csiszolnom. Tok, amit kipróbálásra kaptam, az 15 ezer forintba került, ez pedig a Clearview. Az elején kijelzi az időt, mutatja, hogy milyen értesítéseink vannak, lehet a zenét irányítani rajtam. Szóval igazán hasznos, viszont én nem fizetnék egy tokért 15 ezer forintot. Egyébként 4 színben kapható a telefon, én ezt a lilásat kaptam meg tesztelésre, hogyha választanom kéne, ez lenne az utolsó választásom. A kijelző gyönyörű, ami fura, hogy alapbeállításként FHD pluszon van, viszont a telefon képes QHD pluszra is, a képarányokhoz igazodva 2960x1440 pixelre. Mivel extra magas egyébként, ezért néha gondot okoz, hogy az appok a teljes képernyőt elfoglalják, például videónézéskor ezt tudjuk állítani. Lehet, hogy csak én látom, így és csak engem zavar, de minthogyha felül a keret vastagabb lenne, mint alul. A gombok túl magasan vannak, ez főként a hangerő gombokra igaz, és mivel pont alattuk helyezkedik el a Bixby gomb, 5 nap alatt 11-szer fordult elő, hogy a hangerő lejjebb vétele helyett azt nyomtam meg. Persze ki lehet kapcsolni a Bixby gombot, de azt nem értem, hogy miért nem állíthatom be én, hogy milyen applikációt hozzon mondjuk elő, hogyha megnyomom. Továbbra is van jack dugó a telefonon, az új lenyomat olvasó oldalról átkerült középre. Viszont az a helyzet, hogy túl sok lyuk van a telefon hátulján. Többször előfordult, hogy amikor az új lenyomatomat próbáltam leolvastatni, akkor később vettem észre, hogy a kamerát kezdtem el taperolni a mutató ujjammal. A nagy újítás az előző szériához képest természetesen a kamera, ugye azzal is reklámozzák ezt a telefont, hogy kamera, újra gondolva, hiszen rendelkezik állítható rekesszel, amire a mobiltelefonokban még sosem volt példa. Képes f2.4-re, valamint 1.5-re is, amit még szintén nem láthatunk sehol máshol. Ez azt jelenti, hogy a rekesz sokkal nagyobbra kinyílik, és ezáltal több fényt tud beengedni, ezért sötétebb helyeken jobb fotókat tudunk készíteni. Kipróbáltam Pro módban, amikor minden más beállítási lehetőséget lefixeltem, és csak a rekesz különbséget néztem. Teljesen egyértelmű volt a képek közötti különbség, hogy az 1.5-össel sokkal világosabb lett a kép. Egyébként csak annyi különbség látszik a képeken, hogy talán kicsit jobban el van mosva a háttér, amit vannak emberek, akiknek az alábbi fotókat mutogatva egyáltalán nem tűnt fel a különbség. Egyébként gyönyörű fotókat csinál, és több ember is azt mondta, hogy szerintük sokkal kevésbé Samsungosabb, mint eddig. Régen nagyon túlszaturáltak, túlélesítettek voltak a képek, és nem voltak elég élethűek, azonban ezen most már javítottak. A Super Slow-mo eredményeit pedig döntsétek el ti magatoknak, hogy mennyire tetszik. HD felbontásban 960 fps-re képes. Azonban nagyon fontos, hogy a fényviszonyok megfelelőek legyenek. Egy másik újítás egyébként az S8 szériához képest az a hangszóró. Korábbi videóból már tudhatjátok, hogy én dual stereo front facing speaker mániás vagyok, és igazit nem az előlapon helyezkednek el a hangszórók, legalábbis az egyik nem, azonban meglepően jó stereo hatást keltett. Beépített Dolby Atmos hangzás van, amit be lehet kapcsolni, és egyébként fülhallgatón zenehallgatás közben egyértelműen hallani lehet a különbséget. Teljesen korrekt AKG fülhallgatót adnak hozzá, amivel az egyetlen egy probléma az az, hogy az Istennek sem tudtam saját magamtól kitalálni, hogy hogyan tudok a következő számra, illetve az előző számra léptetni. Ha nagyon-nagyon teljesítménycentrikusan használtam, és tényleg játszottam rajta, a Super Slow-mót használtam, folyamatosan be volt kapcsolva az Always On Display, akkor hát olyan 2 óra 50 percet, maximum 3,5 órát tudtam kivenni belőle. Számomra ez egy kicsit kevésnek tűnik. Ami érdekes, hogy ugyanaz a gyors töltő nem ugyanabba a fali aljzatba dugva, nem biztos, hogy ugyanúgy működött. Amit szintén kaptam a telefonhoz kipróbálni, és egyszerűen imádtam,
azaz asztali vezeték nélküli gyors töltőt. Ha beértem a munkahelyre, akkor egyszerűen csak rátámasztottam a telefont, vagy hogyha hazaértem, akkor is csak odaraktam és töltött. Az egyetlen probléma, hogy egy kicsit rövid kábelt adnak hozzá. Rendelkezik beépített ventilátorral is, hogy ne melegedjen töltés közben, ami annyira hangos, hogy néha felálltam a kanapémról, hogy oda megyek és megnézem, hogy vajon a laptopom véletlenül bekapcsolt-e. Térjünk rá a szoftverre. Első pillanat után felidegesített, a szokásos Samsungos dolgok megvoltak. Szerintem egyszerűen csúnya. Tudom, hogy nagyon elfogult vagyok a tiszta, materiális Android területén, viszont nem én vagyok az egyetlen, aki szerint már maguk az ikonok is egyszerűen bénák. Az AR emojik pedig egy kicsit félelmetesek. Nagyon nyitottan álltam hozzá a Samsunghoz, ezért nem kapcsoltam ki a Bixby-t. De lássuk be, hogy ez nem egy asszisztens, hanem egy nagy kalap. Körülbelül 10 alap dolgon kívül nem tud más. Az intelligenciát benne kicserélték arra, hogy ha használni akarod, akkor vidd be a saját parancsaidat. Az egyetlen használható dolog benne az az instant fordító, vagyis hogyha a Bixby Vision kamerát nyitjuk meg, és valami szövegre visszük, akkor azt azonnal lefordítja. Nyilván nem tökéletes, szintekkel méri, hogy mennyit használtad a Bixby-t, és lehet fejlődni. Imádom az ilyen gamifikált dolgokat, úgyhogy csak azért is elértem a 2-es szintet, addigra viszont kellően megutáltam a Bixby-t. Kipróbáltam egyébként hozzá a Dexpedet is, ami ugye arra jó, hogy összedughatjuk egy kijelzővel, és kvázi asztali gépet varázsolhatunk a telefonból, és a korábbi dokkolóhoz képest az a különbség, hogy a telefont már touchpadként is használhatjuk, viszont a touchpad használata számomra nehézkes volt, pláne, hogy első alkalommal vertikálisan volt beállítva. Kipróbáltam a tévémhez hozzádugva is, és ott egész egyszerűen ronda. Valamint, hogyha olyan kijelzőhöz van kapcsolva, aminek van hangszórója is, akkor nem értem, hogy miért a telefon hangszóróján játssza le a hangot. Van egy S9 Plus is, ami annyival tud többet, hogy nagyobb a kijelzője, több memóriája van, és az aksia is nagyobb, illetve a hátulján dual kamera helyezkedik el. Az viszont 310.000 forinttól kezdődik. Teljesen őszintén, az életben nem fizetnék ennyi pénzt ezért a telefonért. Azt gondolom, hogy a hardware maga nagyon jó, és iszonyatosan szívesen használtam, viszont a Samsung szoftverrel mindig is volt problémám, és az a helyzet, hogy nem javítottak ezen. És ezt nem csak azért mondom, mert az ügyeletes Google fangirl vagyok. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, és írjátok le kommentekbe, hogy ti mit gondoltok erről a telefonról, és szívesen használnátok-e, valamint, hogy költenétek-e egyáltalán ennyi pénzt egy telefonra.